Így néz ki a Nébih térképe, amely az őszi róka vakcinázás időrendjét és érintett területeit mutatja. A déli megyékben már szeptember 30-án kezdődik az immunizálás, míg a keleti részen október 2-án kezdődik és 7-éig tart. A folyamat a sűrűn beépített és lakott övezeteket nem érinti. Maga a vakcinázás úgy történik, hogy van egy kis csali falat, egy rókák számára kellemes ízű, állagú, illatú kis táplálék, amiben el van rejtve egy kapszula, amit hogyha ugye megeszik a róka, akkor szájon át, mert történik a vakcinázás. Gyakorlatilag ezt haszonállatoknál nem alkalmazzák, hiszen azt meg lehet fogni, és akkor beoltják, de hát a rókát elég körülményes lenne, pláne mindegyik darabot megfogni, tehát ennél nem működik. Repülőgépre juttatják ki a területre, meg van határozva az, hogy milyen mennyiségbe és hogyan történik ez, ahol pedig nem lehet kijuttatni repülőről, ott kézzel szórják ki ezeket a csali falatokat. Az ukrán és román határ miatt térségünkre nagyobb figyelmet kell fordítani. A szomszédos országokban ugyanis a mai napig rendszeresen előfordulnak veszett állatok. Az egész vármegyét fogják most vakcinázni. Egyrészt azért, hiszen a ukrajnai események miatt az ottani védekezés ugye erősen hiányos. Emiatt onnan, abban a régióban, a határmenti régióban több veszett állatot is találtak. Az elmúlt időszakban rókát és házi macskát is. Tehát azt a régiót mindenképp, viszont a protokoll előírja, hogy ha már találtak ilyen veszett állatot, akkor hány kilométeres sávban kell mellette is vakcinálni, tehát ez gyakorlatilag az egész megyét érinti, attól függetlenül, hogy csak ott a keleti részen találtak veszett állatot. Tudni kell, hogy ilyenkor teljes ebzárlatot, illetve legeltetési tilalmat rendelnek el. Nem azért, mintha bármiféle gond lenne azzal, hogy a kutya eszi meg ezt a vakcinát, mert nem lesz tőle baja, csak nem neki szánták. Tehát nyilván, ha a kutya megette, akkor a róka nem fogja megenni, és most nagyon fontos, hogy a kint lévő ragadozók fogyasszák el ezt a csalifalatot. Ilyenkor településen belül kell tartani a kutyát, macskát, illetve hogyha valaki mindenképpen ki kell, hogy vigye, mert valami olyan tréninget végez a kutyával, akkor pórázon szájkosára, hogy a kutyát tudja véletlenül se elfogyasztani ezt a csalifalatot. Az immunizálási program eredményességét a Nébih, a vadászkamara által kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával méri fel. Az előző évek adatai azt mutatják, hogy a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket.